A nyári ludak után házi baromfiban is megjelent a madárinfluenza, adta hírül közleményében a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal. Megkeresésünkre az országos főállatorvos azt mondta, a járvány terjedése nagyban függ attól, hogy az állattartók betartanak-e minden járványvédelmi előírást. Szaborszat már Berágvár megye nem érintett jelenleg madárinfluenza fertőzésben. Az érintett megyék házi baromfi esetében Békés vármegye. Itt Füzesgyarmat településen állapítottuk meg a madárinfluenzát egy pecsenyekacsa állományban. Ezen kívül vadmadárban négy megyében, Hajdú-Bihar, Heves, Fejér, illetve Komárom-Esztergom megyékben állapítottuk meg a vírust. Pásztor Szabolcs hozzátette, senkinek nem kell attól tartania, hogy madárinfluenzás hús termék kerül az asztalára. Ami Vágóhídon kerül levágásra baromfi, ott már ugye átesett azokon az állatorvosi vizsgálatokon, amelyek alapján szinte teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy nem fertőzött madárinfluenzával, de egyébként pedig a szokásos konyha technológiák, tehát sütés, főzés, ezek mind-mind elölik a vírust, tehát nem, ez nem egy valószínű forgatókönyv, hogy bárki baromfi hústól fertőződne meg. Miután Békés vármegyében házi baromfi állományban is megtalálták a vírust, egy 25 ezres pecsenyekacsa telepet kellett felszámolni. Amikor a vírus megjelenik egy baromfi állományban, igen, akkor azt az állományt föl kell számolni, tehát nincsen gyógykezelésre lehetőség, és egy bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy az a telep újra benépesíthető legyen, illetve tisztítás, fertőtlenítés kell, hogy ezt megelőzze. Tehát ezt mind ellenőrzi a hatóság, és csak ezt követően telepíthető be egy adott telepre újra madár. A főállatorvos hangsúlyozta, a takarmány és a vízfogyasztás csökkenése, az idegrendszeri tünetek és a megemelkedett elhullás jelei ébresztettek gyanút az állattartókban. A telep felszámolása után 3 km sugarú védőkörzetet és 10 km sugarú megfigyelési körzetet hoztak létre.